húzni kell, mint az állat. Nincs nagy titok, hogy mit kell tennie annak, aki el akarja húzni ezt a kamiont, amit előbb hámmal, majd ülve kötél segítségével kellett célba juttatni. A napi áramétkezés az nagyon fontos hozzá, és normális adagokat. A sportág idén új bajnokot avatott Várnai Richárd személyében. Hát azt mondják itt az öreg rutinos rókák, jó testsúly kell hozzá, meg kell hozzá még egy kis rutin, de a rutinomban még csiszolni kell ahhoz képest, hogy 3 éve úszom ezt a sportot, és tavaly újonc bajnok tudtam lenni, de még a tehetségem még csiszolnom kell. A súlyom az, azt mondják, megvan hozzá. 3, 2, 1, tessék! Eljöttek Győrbe a rendőrök is, ahol a címvédő Tolnai Lajos az ülvehúzásnál ledolgozta 3/10-es hátrányát Bíró Sándorra szemben, és végül 700 másodperc előnyel nyert. Viccesen hangzik, de rengeteg videót megnéztem ülvehúzásról, ugye külföldi versenyzőkét is, végül is onnan próbáltam elsajátítani egyet, amit én tavaly is, meg most is alkalmaztam, és úgy néz ki, hogy akkor ez jó, ez a technika, amit ellestem az internetről. A 35 év felettiek extra versenyt vívtak. Németh Róbert 1/100-addal legyőzte Darázs Ádámot a feladat első részében, aztán ugyanennyivel kikapott a másodikban, így ők holt versenybe kerültek. A győzelem azonban egyikük sem lett, Németh Gábor első bajnoki címét ünnepelhette a legendák mezőnyében. Éreztem fejből, hogy nagyon meg lesz a ülvehúzás kötéllel, elég erős a hátizmom hozzá, sikerült bekapcsolni a lábmunkát is. Szerintem elég jó idővel nyertem meg az ülvehúzást, és ezzel sikerült úgy tudom megnyerni az összetettet, és élettem a Masters magyar bajnok 38 évesen. Örülök, meg vagyok elégedve nagyon az eredménnyel. A páros kamionhúzásban ez a 44 tonna várt a versenyzőkre. Szerintem, hogy jobban megnéztem így a versenyzőket, szerintem lesz, aki el fogja tudni húzni. Így érzésre, amilyen sebességgel megmozdítják ezt a teherautót, abból viszonyítva én úgy gondolom, hogy lesz, aki el tudja húzni. Nem mindenki, de lesz, aki el tudja húzni. Gyerünk, gyerünk, húzzátok, menj lejjebb! Menjél lefele, Gabi! Egy újonc páros indult elsőként, Vas István és Vas Gábor. 32 másodperc kellett nekik, hogy behúzzák 20 méterre a kamiont és a rajta lévő rakományt. Nagyon emberes súly. Most húztunk lehetünk be először ekkora súlyt. És köszönjük, hogy itt lehetünk. Nagyon tüdős. Mi az, ami nagyon nehéz? Megindítani? Megindítani. Igen, talán megindítani a tempót tartani, vagy a tempóváltás. Az nagyon nehéz. Ugye egy gyorsabban, fokozatosabban gyorsulni. Közben fárad az ember, az igen nehéz. Indulhat! Németh Róbert és Winkler Ádám nyert már páros magyar bajnokságot az erős emberek között. Így a mosonmagyaróvári és János Somorjai versenyző természetesen ezúttal is vállalta az erőpróbát. Szerintem az első, nem voltunk összhangban. És megállt a kamion, aztán hiába elrököttünk, már külön húztunk. Ennek a taktikája az, hogy egyszerre kell húzni. A másodiknál már összhangban voltunk. És... A másodiknál már összhangban voltunk, és akkor már azon voltunk, hogy minél előbb csináljuk végig a versenyt. 3, 2, 1, tessék! A bajnoki címet azonban Darázs Ádám és Várnai Richárd szerezte meg. A célba érkezés után azt is megtudtuk tőlük, hogy mi lesz számukra a következő program. Bemegyünk a kristályba, aztán dupla benüveszünk. Résztes, kihesszük a kristály menéjét, máma. Szilvás gombóca. Én úgy érzem, nagyon nehéz volt az indítás. Alátámaszhatom. Azt utána könnyű lett, de úgy éreztem, hogy végig ott van mögöttünk a kamion. Ez nagyban megnehezítette a feladatot. A nap során a tehetségkutató versenyben is bajnokot avattak, ahol a pontozták volna a mutatványt, akkor Juhász László lett volna az első hely. Szerencsére nem sérült meg a lelkes sportoló, azt azonban elérte, hogy ne csak a bajnokokra emlékezzünk a verseny után.